Ez a program ez arról szól, hogy lesz nektek egy varázskártyátok. Egy olyan varázskártyátok, amivel ingyen utazhattok az egész országban a mentoraitokkal. A mentoraitok meg fogják nektek mutatni a továbbtanulási és a munka lehetőségeket, és a kikapcsolási lehetőségeket. Tehát ez a program arról szól, hogy ti élményeket szerezzetek. Izgalmas formában megismerjétek a képességeiteknek megfelelő továbbtanulási lehetőségeket. De nem csak erről szól, nem csak arról szól, hogy mondjuk elvisznek benneteket a Lego gyárba, és akkor meg tudjátok nézni, hogy a Legót azt hogyan gyártják, vagy a Mercedes gyárba, hogy hogyan készül egy autó ma Magyarországon, hanem a mentoraitok fognak kapni költőpénzt, és hogyha ti úgy gondoljátok, megszavazzátok, és van rá pénz, akkor fagyisztok egyet, vagy elmentek moziba. Az a helyzet, hogy azért ez egy maratoni futás. Mi azt szeretnénk, hogyha ti jól éreznétek magatokat, de utána pedig sikeresek legyetek az életben, a helyi közösségeitekben, és csúnya szóval a munkaerőpiacon is, mert ha ott sikeresek vagytok, az azt jelenti, hogy sok pénzt kerestek, és olyan munkát végeztek, amiben hát helyel közel, azért az ember nem mindig érzi jó magát, amikor dolgozik, de ha van előtte egy olyan cél, amit örömmel követ, és ami mellett örömmel tart ki, akkor még a fájdalom, vagy a ráfordítás, vagy az az erőfeszítés, amit bele kell tenni a munkába, az is élvezetes tud lenni. Úgyhogy ehhez a közös élményszerzéshez és munkához kívánok nektek sok sikert, erőt, izgalmakat, és nagyon fontos az, hogy ne csak a mentoraitokra hallgassatok, hanem a mostani tanáraitokra és a szüleitekre is hallgassatok a jövőben, és legyetek jók, meg időnként rosszak. Úgy gondolom, hogy a Debrecen Egyetem jó választás lesz majd a továbbiakra is. Emlékszem, amikor először Debrecenben voltam, itt felvételiztem, nem gondoltam volna, hogy majd rektorhelyettes leszek, az az igazság, örültem, hogy felvettek. Így fogtok ti is ezzel járni. Én remélem, hogy minél többen választjátok a Debrecen Egyetemet. Ez egy jó hely. Azt hiszem, már érzitek a hangulatát némileg. Ezt a hangulatot kívánom, hogy nem csak a mentorok, akik most csendesen kuncognak, hogy tényleg jó hely, és tényleg jól érzik magukat, hanem az egész közösség. Mert azt hiszem, ez a legfontosabb, hogy egy közösséget alkottok. És ez a közösség, ez emlékezni fog évek múlva is egymásra, és ezt a közösséget ti a Debrecen Egyetemen belül fogjátok elképzelni.